biztosan, Kort. Pont felettük vagyunk. Igen, igaz. Bocsi. Az ürességen kívül nincs itt semmi. Talán nem árt, ha közelebbről is megnézzük. Fagymászók, ne feledd, Eli, vadak lehetnek. Jóval vadabbak, ha elérik a 160 km/h. Nem akarok közbeszólni, de... Léci, majd szólj, mikor alkalmas rámutatnom, hogy én, vagyis Pronto vezettem ide mindenkit. Mi lenne, ha elkapnánk egyet? Hozom a hálót. Nálam van a kesztyű. Mi lenne, ha inkább beszélnénk velük? Hellóka! Egy pár rátermett szlágot keresek a csapatomba. Mint te? Ha-ha! Pronto már is elkapja! Pronto, ne! Biztosan nem lesz bajuk. A szlágok együttes átváltozása láncreakciót indít el. Srácok, kezd egyre fagyosabbra fordulni. Futás! Slatterra. A Slugboy. Nem fog sikerülni! De igen! Na, indulj, te magad semmire kellő ócska vas! Mármint te tündöklő, mélyen szeretett és tisztelt. Oh! Egy lövésünk van. Mindent bele, Burpee. Oh! Tüzelj, Burpee, tüzelj! Ez király volt! Én nem mondanám! Ó, ugyan már szuper volt! Mondjuk kár azért a szlagért. Ide nézzetek, visszajött! A dolgok valahogy mindig megoldódnak. Haver, mondtam már, azok a szlágok túl erősek lettek egy olyan kilövőhöz. Csak idő kérdése volt, hogy... Ne! Segítség! Nagyon valósághű! Köszi! Igen, itt leszek egész héten. Mennyi ideig tart megjavítani? Azt mondanám, talán örökké. Oh. Ugyan jól megy a buherálás, de ide szakértő kell. Csak egy kilövő kovácsot ismerek, aki képes megjavítani. Red Hook. Ismerősen cseng a név. Na, a legjobb fegyverforgatók hozzájártak, beleértve apádat is. A tudás a legendás, igen, ahogy a rossz természete is. Nem egy új barátot keresek, csak a kilövőm szorul javításra. Mutasd az utat, Pronto! Gyertek utánam! Isten hozott csendes gyepen, Red Hook otthonában. Mintha azt mondtátok volna, hogy szép hely. Hát, régen az volt. Gondolom a helyiek elég félénkek. Pronto tudja, mi a teendő! Hello! Juhú! Pronto vagyok! Úgy látom, tényleg szeretik a csendet. Te is csendben lennél, ha alattuk élnél. Gránátszlágok. Ha véletlenül leverik őket, már jön is a nagy bum-bum.
Bizonyára megterhelő ilyen lények alatt élni. A szlágokkal békésen meglennénk. A huligánok okozzák a sok bajt. Milyen huligánok? A huligán banda! Gyerünk, srácok! Hé! Hey! Te meg mit bámulsz? A mesterműved! Az egy kis cica? Nagyon cuki! Nem ártana csiszolni a modorodon, főleg, ha egy ilyen porfészek vezetőivel beszélsz. Észben tartom, amikor sor kerül rá. Tényleg pár bajt akarsz provokálni egy törött kilövővel? Ismerlek! Te vagy a sénkölyök! Jobb, ha húzol innen! A huligánok vagyunk! A Black művek hivatalos dolgozói, vagyis, ha újat húzol velünk, akkor nem más abbackázol, mint Dr. Black-kel. Ó, amiatt ne fájjon a fejed, mert már rég újat húztam vele. A csapatod nélkül, lefogadom, nem is vagy olyan kemény. Akkor meg sem kottyan neked, hogy legyőz egy kis célbalövő versenyen. Ezennel kihívlak. Ha, nagyobb a szád, mint az eszed. Egy várost vezetek Blacknek, nem érek rá játszadozni. Ha nyersz, megkapod a szlágjaimat. Az összeset. Az egész arzenát? Ha veszítesz, elhagyod a várost. Ha, na persze, kölyök. Köszönj el szépen az összes szlágottól. Haver, mi van, ha legyőz? Tényleg kockára teszed Burfit és a többi szlágot? Ez a lehetőség is felmerült benned, amikor kihívtad, ugye? Igen, de semmi vész, van egy terve. Nagyszerű, van egy terve! Mi az? Nyerni. Igen! Hajrá! Tessék! Így már nem kérhetsz halasztást egy törött kilövő ürügyén. Kösz! Bár egy fél kilövő is bőven elég, hogy szétrugjam a hátsót. Ezt pipád le. Nem rossz. Lássuk, nekem jobban megye. Igen! A képetbe! Pont a képetbe! Gyere ide, te lökés! Első pont, Eli! Szép munka. Célba lövés! Három volt, két találat. Nem te! Egy szlák sem veheti fel a versenyt az én flaringomban. Lássuk, hogyan repül ez a Frostcrawler. Az a zászlórúd a cél. Rajta! Két pont! Újra! Azok nem számítanak. Ez a vége. A győztes mindent visz. Ember, már vagy hat lövéssel ezelőtt megnyertem. Ez a barlang tele van gránátszlágokkal. Aki a legtöbbet leveri, győz. Azok a szlágok senkinek sem ártanak odafent. Kit érdekel? Azok csak szlágok. Magatoktól is kitaláltok. Már csak te maradtál? Haszontalan vagy! Nem robbantasz, nem tudsz fagyasztani, nem csinálsz más, csak a helyet foglalod. Óvatosan. Majdnem ráléptél arra a szlágra. Ennyi! Elegem van belőled! Párfajozzunk! Gondolom, most nem kapok kölcsönfegyvert. Ez háborút jelent. Ah!
Egyik szlágom sem tud felgyorsulni. Kord! Kéne egy löket! Megkapod, haver! Na hát... Gondolom nem is olyan könnyű leverni őket. Ha érdekel, van még egy helyem. Igazából... Ilyen! Ez az! Dr. Black hallani fog erről! Mindenki óriási hibát követett el! Valószínűleg még visszajönnek. Várni fogjuk őket. Mehetünk végre Red Hookhoz. Mr. Red Hook! Már ezerszer mondtam, kölykök, húzzatok a búzsba! Kedves fickó. Még nem találkoztunk. Megjavítatnám a kilövőt. Nem azokkal a huligán bohócokkal vagy? Nem. Mi szabadultunk meg tőlük egyelőre. Egy piros kampó. Kérdés, a Red Hook nevet a kampó előtt vagy után kapta? És eredetileg is piros volt? Vagy esek... Kérem, uram, segítségre szorulok. Jól van, gyertek be, de félbeszakítottátok az ebédemet. Á, nagyszerű, mi van otthon, mert én éhen halok. Hűha. Nem is tudtam, hogy még gyártanak ilyen szerszámokat. Mert nem is. Mondd, mit akarsz, aztán tűnjetek innen. A szlágok megvannak. Csupán egy kilövő kell a kilövéshez. Na, csak ennyi az összes szlágod? Jobb, ha szaladsz, fiú. Nem szaladunk el. Meg kell védenünk ezt a várost. Valahogy ismerősnek tűnsz. Biztos nem találkoztunk? Hadd lássam a kilövőt! Meg tudja javítani? Mindig szerencsét hozott. Mázli, hogy nem ölt meg! Ez az izé már újkorában is ócskavas volt. Én nem javítok Bovlit. Egy pillanat, kérem. Ez az úriember elvárja a tapintatos bánásmódot, de... egyet se félj, prontó tudja is, hogy mit mondjon. Ne! Életemben nem sértettek meg ennyire! Vissza ne merj jönni! Talán ravaszabb róka, mint gondoltam, ugye? Vagy helyrehozod, vagy pipi verem a képedet! Morris, pontosan ki is ez? Újonc, a neve Billy. Leküldtük a csendes gyep barlangba, hogy rávegye Red Hookot az együttműködésre. Valóban. És hadd találjam ki, ez a barlang visszavár. Nem ők voltak, hanem az a sénkölyök. Úgy jött a városba, mintha az övé lenne. Ezt ő művelte veled? A segítségemre szorulsz. Nagyon reméltem, hogy ezt mondja. Én... A neved Billy, igazam van. Példát kell statuálnunk azzal a sén fiúval. Adok neked és a barátaidnak egy kicsivel több tűzerőt. Gúszlágok. Láttál már egyet is közelről? De már hallottál róluk. Képzeld el a szlákban rejlő minden erőt, amely csak is téged szolgál. Kiszámíthatatlan. De kárpótol érte puszta kegyetlen dühével. Még egy sén sem tudsz szembeszállni egy gullal. Na? Melyik szánalmas kis féreg a következő?
Úgy tűnik, a város kezd normalizálódni. Hát, amennyire normális lehet az élet egy csapat robbanószlág alatt. Hol van Pronto? Red Hooknál. Még mindig könyörök, de arra nincs időnk. A huligánok úton vannak. Jöjjenek vissza! Ez az önök városa! Miért nem harcolnak? Ez a csendes gyep barlang, emlékszel? Segítünk neki kiállni a városukért. Nem, ha nem tudod megjavítatni a kilövőd. Remélem Prontónak sikerül meglágyítani Red Hook szívét. Na is, szóval az apám nevében, és az apám apja nevében én nagyon-nagyon sajnálom. Hányszor kell még elmondanom, takarodj a házamból! Akkor a bocsánatáért esedezem, még a bocsánat kérésem is esedezik, ja? Most már fejezd be, Pronto! A huligánok jönnek, és mellettem a helyed. Red Hook, megjavítja a kilövőmet, vagy nem? Nem. Oké. Akkor nélküle nézek szembe velük. Gyere, Pronto! Te csin vagy, nem igaz? Igen. Honnan tudta? Mert pont úgy viselkedsz. Egyszer láttam, amint Wilshén elintézte az egész McDougall bandát csupán egy borhintőszlággal és egy csúszlival. Nem tudtam, hogy van egy fia. Apa nem akarta felhívni rám a figyelmet. Most mégis a figyelem középpontjába kerültél. Azt tervezett, hogy elkapod Blacket? Harcolok a rossz fiúk ellen, bárhol is találom őket. Nos, akkor erre még szükséged lehet. Na hát. Ebből csupán kettő készült. Apádé volt a másik. Nem tudom, mit mondjak. Hogy olyan ember leszel, mint az apád? Indulhatunk, hogy megküzdjünk azokkal a huligánokkal. Pronto abban a megtiszteltetésben részesítik, hogy velünk tarthat ebben a történelmi csatában. Elkészítem, de a használata nem igazán megy. Eleget tett. Csupán a lehetőségre van szükségem. Gyere, Pronto! Köszönöm. Köszönöm újra. Köszönöm. Rajta, kapd el őket, kölyök! Mindenki készen áll? Pronto készen született! Szabaduljuk meg ezektől a bohócoktól örökre! Ezzel az új kilövővel nem okozhat problémát. Probléma. Gólyaik vannak. Gyorsan csinálom, és fájdalmasan! Csak rajta, próbáld meg! Kilövés! Na, ez már menő! Csökkentjük azt a slug muníciót! De jössz, Zsúr! Szuperlövés, Trixie! Én is így gondoltam. Kapjátok el! Szétszúszuk a helyet! Nem tudunk gúlok ellen harcolni azzal, amink van. Már csak két szlágom maradt! Nekem csak kábítóm van! Kifogytam! És nekem? Fogalmam sincs, hová tűnt! A barlang lakóit is be kell vonnunk a küzdelembe. De az emberek nemet mondtak. Nem is az emberekről beszéltem. Pronto, megvan még az a szonikus csapda izé? Ugye nem arra gondolsz, amire gondolok, hogy gondolsz? De... most megvannak! Oké, Burby, rázzuk fel a sereget. Most! Köszönöm.
nem végeztünk, Shane. Maradt még egy utolsó gúlom. Oké, kispajtás. Már csak te maradtál. Tégy büszkévé. Az a haszontalan szlág. Ez vége. Mit műveltél a gúlommal? Az a gúlszlág többé nem gúlszlág. Szóval ez a képességed? Gyógyító vagy? Nem közönséges gyógyító, Eli. Ő még a gúlokat is meggyógyítja. Gyógyító? Nem lehet! Menjünk! A rossz fiúk legyőzve, Eli új kilövőt kapott, nem rossz egy nap alatt. Sőt, egy klassz új szlággal is bővült a csapat. Ugye tudod, hogy a gyógyítók talán a legritkább szlágok egész Lágterrán? Tényleg? Éjjel! 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 Pronto a nagyszerű! Megérdemli a dicséretet! Hajolj meg, Doki!